Szomorúan néz ki az óbudai megfigyelőkert óriási kajszifája, száradnak az ágvégek, és a fennmaradó virágszirmok egyértelműen azt mutatják, hogy itt a virágfertőző monilia tarolt. Ami már is halad a tavalyi vesszőkben, a vázágokon keresztül, azok belsejében a törzs felé, és akár a fa teljes pusztulását is okozhatja. Nincs olyan növényvédőszerünk, amelyik felszívódva fásrészben gyógyítana. Tehát egyetlen lehetőségünk van visszametszeni minél gyorsabban ezeket az ágakat, vesszőket, és eljutni addig a metszlapig, amikor már nem látjuk a barna foltot a meccés után. Tehát az már egy egészséges rész. Azért is el kell végezni ezt a műveletet, mert a beteg vesszők felületéről lefűződő konidiumok, spórák megfertőzhetik később a másodlagos hajtásokat, tehát a saját fámról kapjuk a nyárvégi hajtásfertőzést, illetve a következő évben is fönnmaradnak, akkor a gyümölcs múmiákhoz hasonlóan ezek felületéről is lefűződhetnek, és a jövő évi virágot is megfertőzheti a gomba, a saját fámról indulhat a fertőzés. Bebizonyosodott, hogy nem a bibén keresztül, hanem minden más virágalkotó részen keresztül, akár a bimbónát is bekövetkezhet a fertőzés, tehát a megynél akár háromszor, négyszer, a kajszinál is elképzelhető, hogy egyszer, kétszer, vagy akár háromszor is védekezni kell a gomba ellen. Akinek tetszett ez a videó, iratkozzon fel a csatornánkra, és folyamatosan kaphatja majd ezeket a kisfilmeket.